Itt vagy hát, de jó ez, itt vagy hát, de szép ez, itt vagy hát velem, így együtt vagyunk. Múlt héten zajlott a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola hittantábor az alsó tagozatos gyermekek számára, melyet Szent Józsefnek szenteltek, ugyanis Ferenc pápa 2021-et a család, vagyis Szent József évének hirdetett meg. Valamilyen szinten, amit láthattunk az előbb, ez az akadályverseny is, kicsit olyan biblikus volt, hogy valahogy Szent József élete jelent meg benne, menekülés Egyiptomba, vigyázni a családra, tehát hogy kicsit úgy belebújtattuk, hogy nem csak egyszerűen egy sorverseny, nem csak egyszerűen egy ilyen délőtti elfoglaltság, hanem minden program mögött valahogy ott van Szent Józsefnek a személye, élete, ami vele történt, ahogy a kis Jézusra vigyázott, vagy menekült ők Egyiptomba, vagy ahogyan a maga csendességében, Názáretben ugye nevelte. Tehát így próbáljuk, hogy egy ilyen háttértörténete legyen az egész tábornak, és most ez a háttértörténet, ez a Szent József személye és élete. Az első héten, hétfőtől szerdáig közel 40 alsós gyerek vett részt a hittantáborban a parókián. Reggel imádsággal kezdünk, és utána jönnek a nap többi része. Most volt ez a kis sorverseny, utána kézműves foglalkozás, énektanulás, ebéd után egy kis pihenőidő, amiben vagy szusszanak itt az árnyékban, vagy éppen a tornateremben szaladoznak, és utána így is a nap végén pedig majd szintén imádsággal zárjuk. Tehát megvan a kerete, és különböző ilyen tematikus játékokkal ráirántjuk a figyelmüket Szent Józsefre. Ezen a héten viszont a felső tagozatos gyerekek vesznek részt a táborban, melyet pályázati forrásból finanszíroznak.